A Cserháti Iskola tagja az Európai Parlament nagykövet iskola programnak. A kezdeményezés fő célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az Európai Parlamenti Demokrácia iránt. Mindig is nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a gyerekeink. Pontos és valós tájékoztatást kapjanak arról, hogy mi folyik az EU-ban. Hogy az, amit olvasnak, hallanak, akár a közösségi oldalakon, akár a hivatalos médiában, mennyire tükrözi a valóságot, milyen mélységű információ. Vendégünk ma Európa jövőjéről fog a gyermekeknek előadást tartani, ami rendkívül fontos, hiszen nagyon sokan a szakképzettségük megszerzése után nem Magyarországon, hanem külföldön helyezkednek el. Köszönöm. Köszönöm. A párbeszéd a polgárokkal, Európa jövője című előadásában Zubkó Gábor az Európai Uniót napjainban leginkább érintő kérdésekről, valamint a gazdasági és politikai egyesülés kialakulásáról is beszélt a diákoknak. A politikus szerint a magyar középiskolások nyitottak az uniós tanulmányi lehetőségek felé sok kérdés sokat vonatkozni az oktatással kapcsolatos uniós programokra, mert az Európai Uniónak nincs jelentős hatásköre az oktatáspolitikában, az elsősorban nemzeti hatáskör, több olyan szakpolitikai kezdeményezése van, amelyik segítik az oktatás minőségének a javítását, illetve a lehetőséget biztosítanak a hallgatók számára, például az Erasmus program, amelyik úgy indult, mint egy úgy mondjam, tanulmányi program egyetemi hallgatók számára, de ma már középiskolák közötti együttműködést is támogat. Az előadáson négy cserhát is osztály, és az iskola több pedagógusa is részt vett.